A telefon beszélgetésből és a leveledből úgy látjuk, hogy egyelőre tetszik neked a hely, szereted az embereket is. Vigyázz arra, hogy a kellemes viszony meg is maradjon. Fiam, ne hidd azt sohasem, hogy csak mások lehetnek a viszonyaid kialakulásában hibás. Az olykorban éltem én a Földön zenés prózai rendezvény a holokauszt 80 emlékévhez kapcsolódik, amelyen megemlékeznek a 6 millió főt meghaladó áldozatokról a vallása, valamint zsidó származása miatt. Ezer magyar állampolgárt és 600 és környékéről 600 embert vallása miatt, zsidó származása miatt pusztítottak el. Itt emlékükre csendülnek fel dallamok és próza, hogy emlékezzünk rájuk és emlékeztessünk arra, hogy ilyen népirtás, ami volt, soha többé ne történhessen. Az emlékév rendezvényei, az a magyar kormány, a Magyar Zsidó Örökség Alapítvány, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával jött létre. Én úgy gondolom, hogy csodálatos dolog ma, 80 évvel a holokauszt után, hogy ilyen létszámmal vesznek részt ilyen jellegű koncertekben az emberek. Közül ugye a zenei rendezvény Nógrádi Gergely, aki a Frankelle utca zsinagógának a főkántora, olyan hanggal rendelkezik, hogy Amerikában úgy emlegedik, hogy a zsidó Pavarotti. Felegi Balázs, egy operaénekes, aki többször volt már mindegyik Szekszárdon, és Neumann Zoltán, aki kíséri őket. Ezen kívül két prózai szereplő lesz a Hegedűs D. Géza művész úr és a Kertész Péter művész úr. Ők fogják a mai műsort előadni. Általában a holokauszthoz kapcsolódó művek zeneszerzőktől, és hát lesz, ami megzenésített Zsoltál és egyéb, tehát komoly zene, és a, úgy mondom, a mai naphoz, a mai nap az emlékévhez, és annak megfelelő szellemben fog a műsor elhangzani. Látod-e, drága, a képzelet itt? Az is így szabadul, csak megtöretett testünket az álom. A szép szabadító oldja fel, és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok Szerbia vaktetejéről, búvó otthoni tájra. Búvó.